Sok szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit, dicsértessék a Jézus Krisztus! A Lélekemelő című műsorunkat látják. Ez a vallási műsor segít eligazodni a keresztény hit tanításában, a Biblia eseményeiben. És így a mai alkalommal is egy szép és csodálatos evangéliumi eseményt idézünk föl, mégpedig Jézus Krisztus színeváltozásának történetét, mely a keresztény ember és a kereső ember számára is reményforrás, az örök élet reményét hordozza magában. Szent Máté evangéliuma szerint olvasom most föl a színeváltozás eseményét, ugyanis a másik két úgynevezett szinoptikus evangélium is közli ezt a csodálatos történetet. Máté evangéliumának 17. fejezetéből az első 9 vers, ez a mostani mai közös gondolkodásunk szentírási alapja. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus oda ment hozzájuk. Megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust, egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Szent Máté könyvéből olvastam a 17. fejezet első 9 versét, Urunk színeváltozásának történetét, és ez a csodálatos evangéliumi esemény megerősítő történet megerősítette a jelenlévő tanítványokat, és megerősíti mindenkor hívő emberét abban az isteni ígéretben és reménységben, miszerint az Úristen örök életre hívja az embert, az ember osztályrésze, az örök dicsőség lehet. Jézussal együtt ott van 3 kiválasztott tanítvány, apostol: Péter, Jakab és János. Péter a később főapostollá, sziklává tett tanítvány, és a testvérpár, Jakab és János, akik a mennydörgés fiai voltak a társaik véleménye szerint, és ugyanakkor olyan fontos szerepet is betöltöttek, hogy jelen lehettek ők így 3 Jézus szenvedésénél is, az Olajfák hegyén, és ott lehettek Jairus leányának föltámasztásánál. Talán éppen a későbbi szenvedés és a szenvedés történet átélése miatt volt szükség, hogy Jézus megerősítse ezeket a tanítványokat, megerősítse őket, hogy majd, ha látják az ő szenvedését,
akkor legyen reménységük, hogy nem az a vég, nem győzi le a szenvedés és a halál az ő mesterüket, barátjukat. Tehát Jézus megmutatta a dicsőségének a fényét. Szaknyelven megfogalmazva, idegen szóval kifejezve, ez teofánia, amiről itt hallottunk, Isten jelenés, az Úristen csodálatos módon megmutatja magát, és felcsillantja a mennyei dicsőségének a fényét, tehát megérezteti természet fölöttiségét és végtelenségét az emberrel, ezt éli át ez a három kiválasztott tanítvány, Péter, Jakab és János. Nézzük tehát, mi is történik itt, akár külsőleg, akár pedig a szívek mélyén, a hit világában. Mi történik ott, akkor a Táborhegyén, bár itt nincs megnevezve ez a hegy, mert Máté csak annyit mond, hogy Jézus külön fölment velük egy magas hegyre. Tehát Szent Máté azt akarja üzenni, érzékeltetni, hogy isteni dolgok történnek, hiszen a hegyen az ember Isten közelében, Isten világához közel átéli az Istennel való találkozás élményét, megkapja annak lehetőségét. Arról is beszél Máté, hogy Jézus új törvényhozó, ezt is érzékeltetni akarja, hiszen a hegyre való fölmenet, a hegyen történő csodálatos esemény egy korábbi ószövetségi, igen fontos, kiemelkedő eseményre is emlékeztet, mégpedig a Mózessel történt szövetségkötésre. Tehát Jézus új törvényhozó, mint ahogy annak idején a választott nép számára Mózes adta át a törvényeket, és adta meg a választott nép törvényeit, és alapozta meg azokat, bár a törvényt maga az Úr adta, Mózes ezt közvetítette. Tehát a hegy, mint helyszín, a szövetségkötésre emlékeztet, és sok egyéb más jelenség is, ami ott történik, a korábbi szövetségkötést idézi föl. Azt írja Máté, hogy fölment Jézus 6 nap elteltével, ez is szerepel az eredeti szövegben, és ezzel már is érzékelteti azt, hogy valamiképpen tudatosan azt a korábbi szövetségkötést igyekszik felidézni. A kivonulás könyvében olvasunk az Ószövetségben a szövetségkötésről a 24. fejezetben. A 12. verstől olvasom ezt a fejezetet. Az Úr azt mondta Mózesnek, jöjj fel hozzám a hegyre, maradj ott, és én átadom neked a kőtáblákat, a törvényt és a parancsokat, amelyeket leírtam, hogy tanítsd őket. Fel is készült Mózes és szolgája Józsué, és amikor Mózes elindult Isten hegyére, azt mondta a véneknek, várjatok itt, amíg vissza nem térünk hozzátok. Áron és Húr veletek vannak, ha valami peres dolog felmerül, vigyétek ő eléjük. Amikor aztán Mózes felment, a felhő elborította a hegyet, és az Úr dicsősége leszállt a Sínai hegyére, miután azt 6 napig eltakarta a felhővel. A 7. napon szólította őt a felhő közepéből. Izrael fiainak szeme előtt olyan látvány volt az Úr dicsősége, mint a hegy ormán égő tűz. Erre Mózes bement a felhő közepébe, felment a hegyre, és ott volt 40 nap és 40 év éjjel át. Isten jelenés, Istennel való találkozás, amelyben
csak kiváltságos, kiválasztott személyek részesülnek, a nép távolról szemléli az eseményeket. A nép nem mehet oda a hegy közelébe, de látja ezt a rendkívüli jelenést, és Mózes pedig a felhőben találkozik az Úrral. A felhő ugyanis az Úr jelenlétének a helye, a felhő Isten közelségét jelenti. Természetesen, amikor az ember akar közeledni Istenhez, képletesen, illetve érzékelhető módon, akkor fölmegy a magaslatra, fölmegy a hegyre. És amikor azt akarja az ember kifejezni, hogy íme Isten közel jön hozzánk, akkor a felhő ereszkedik le, és borítja be a hegyet, vagy borítja be a szereplőket, azokat a kiválasztottakat, akik az Úrral találkoznak. Tehát itt a hegyen, amikor Péter, Jakab és János fölmegy külön Jézussal a hegyre, hasonló események történnek. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. Hasonlóképpen lapozgatunk tovább a kivonulás könyvében, és lapozunk olyan eseményhez, ahol szintén az arc ragyogásáról olvasunk a Bibliában, éppen a szövetséget kötő Mózes esetében, hiszen ő képviseli az embert ebben a szövetségkötésben, az Úrral szemben. Tehát ez a két fél, az Úr, a meghívó, a szeretetét, szövetségét fölajánló, és az ember, a nép és a nép képviseletében Mózes. Amikor Mózes leszállt a Sínai hegyéről, kezében a bizonyság két táblájával, nem tudta, hogy ragyog az arca az Úrral való beszélgetés miatt. Áron és Izrael fia azonban meglátták, hogy sugárzik Mózes arca, ezért féltek a közelébe menni. Ő azonban hívta őket. Erre Áron is, a gyülekezet fejedelmei is oda mentek hozzá. Miután velük már beszélt, oda mentek hozzá Izrael fiai is, mindnyájan, és ő megparancsolta nekik mindazt, amit az Úrtól a Sínai hegyén hallott. Itt meg kell jegyeznünk, hogy itt már a szövetség megújításáról ír a kivonulás könyve, amit felolvastam, ez a 34. fejezet 29. vers és 35. verse közötti szakasz. Eközben az előbbi 24. fejezethez képest, ahol az első szövetségkötésről hallottunk, egy sajnálatos hűtlenségre is sor került a bibliai események leírásában, mégpedig az aranyborjú készítés, a hűtlenség, amikor is Mózes, mint tudjuk, igen, dübegurul, és megfeddi a választott népet, és ezek után megújítja a szövetséget, és itt már a 34. fejezetben erről olvastunk és hallottunk, és ehhez kapcsolódik Mózes arcának ragyogása, és az erről szóló leírás. Itt, amit olvasunk tehát Máté evangéliumában, hasonló. Az új Mózes, az új szövetség megkötője az ember nevében, az Úr Jézus Krisztus, hasonlóképpen ragyog. Az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. Egy másik ószövetségi eseményt is felidézhetünk ennél a leírásnál, ennél a jelenségnél, ehhez kapcsolódóan egy másik úgymond előkép. Ez pedig Dániel könyvéből való, mégpedig
a 7. fejezetből a 9. és 10. vers, illetve a 13. és 14. vers. Itt Dániel könyvében, a próféta látomásában a következőkről esik szó. Én, Dániel, az éjjeli látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak fel, és az ős öreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Tűz folyó eredt belőle, és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az emberfia, amikor az ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. Itt ugyancsak az Isten jelenésnek a látomásairól hallunk és olvasunk Dániel könyvében a 7. fejezetben. Itt is szerepel a felhő, az emberfia, az ég felhőin közeledik, és amikor pedig az ős öregről hallunk, akkor az ő leírásában ugyancsak ezek a természet fölötti Istenre utaló, az isteni világra utaló jelek mutatkoznak meg. A ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Tehát ugyanaz a leírás, mint a színeváltozáskor, amikor látjuk és halljuk, hogy ruhája vakító fehér lett, mint a fény, és ez a fényes ragyogás, a világítás, ez a ragyogás, ez a hófehér tündöklés Isten világára emlékezteti az embert. Isten jelenés, idegen szóval teofánia. Az Úr közel jön az emberhez, az ember képes az Úr közelségét élményszerűen érzékelni. Ezt élik át a kiválasztott apostolok. Mindnyájunknak lehetnek Isten élményei, nem minden ember részesül ilyen lehetőségben, ilyen kiváltságban, hogy természet fölötti élményt él át, hogy ilyen látomásai vagy találkozásai lennének az Úrral, de a képszerű leírás és ezek az emberi jelek, ezek a fizikailag is szemléletes jelek, ezek az Isten világára utalnak, a fényesség, a ragyogás, a világítás, a hófehér tündöklés, ezek tehát Istenre utalnak, illetve a felhő, amint említettük, az Úr közeledése, az Úr jelenléte. A felhőben egyébként is ott van a megfoghatatlanság, az Úr megközelíthetetlensége, láthatatlansága, de mégis közelsége, az Úr mindent betölt. Ahogy Szent Pál mondja, mi emberek benne élünk, mozgunk és vagyunk, úgy, ahogyan az ember bemegy a felhőbe. Ne feledjük el, egy közelebbi, emberközeli élmény, vagy természeti, vagy időjárásbeli jelenség a köd. A köd is valójában felhő, ami egészen a föld színéig leereszkedik, és nem kell okvetlenül fölmenni a hegyre, magas hegyre, vagy nem kell repülőre ülni, hogy áthatoljon az ember a felhőkön, vagy netán a felhők fölé kerüljön. Sokszor maga ez a pára, ez a sűrű pára leereszkedik a földre. Tehát amikor ködben vagyunk, és érezzük azt, hogy,
hogy beborít egészen bennünket, milyen nehéz ilyenkor közlekedni, autót vezetni, milyen veszélyes is. Nem véletlen, hogy ködlámpákat szerelnek a járművekre, ilyen esetekre. Tehát mindent beborít a sűrű köd. Na hát ezt kell ide gondolnunk, és így átélni az Istennek, a természet fölöttinek láthatatlan jelenlétét, de mégis azt a tényt, hogy mi Istenben vagyunk, és Isten mindent betölt az életünkben, és betölt minket is, ne feledjük el, és bennünk is lakást vesz, mert hiszen majd erről is gondolkodunk és beszélünk a továbbiakban, mert hiszen ez is elhangzik, hogy Péter sátrat akar verni a természet fölötti személyeknek, tehát az Isten sátrat ver közöttünk, és köztünk lakik, és bennünk lakik. Megjelenik Mózes és Illés, és Jézussal beszélgetnek. Egy sajátos megközelítésem szerint olyan személyekről van itt szó, akik utat jelölnek ki az ember számára. Mind a hárman. Mózes is, Illés is, és az Úr Jézus is. Mózes figyelmezteti a választott népet arra, hogy a törvényt érdemes megtartani, sőt szükséges, mert ez két utat jelöl ki az embernek. Ha a törvény szerint él, amit éppen hallottuk, hogy Mózes közvetítés vesz át az Úrtól, az az élet útja, ezzel szemben áll a halál útja, és Mózes bátorítja az embert, hogy válaszd az életet. Tehát Mózes is egy útjelölő, útkészítő, tehát a helyes útra figyelmeztető személy, ő a maga küldetésében a törvény útját jelöli ki. Tehát az életszabályok, a törvény és az egyéb előírások útját, amely az ember számára biztonságot ad, és megőrzi az Isten felé haladó úton, tehát a törvény útja, az élet útja. Mózes tehát az Ószövetségből a törvényt, a törvénykezést képviseli a maga személyében, amikor megjelenik a színeváltozás eseményénél, és ezt látják, érzékelik az ott lévő kiválasztott tanítványok. Ott van Illés próféta, akiről jól tudjuk, hogy egy szigorú ember volt és szókimondó próféta, Ákáb király idejében, és ő az, aki a Kármel hegyére fölviszi a bálpapokat, bár prófétákat és Isten próbát tartanak, és neki szögezi a kérdést a választott népnek, a jelenlévőknek, hogy meddig akartok kétfelé sántikálni. Ha az Úr az Isten, és ő az igaz Isten, akkor neki szolgáljatok, akkor ne kacsingassatok hamis istenek, nem létező istenek felé. Ha pedig Bál szerintetek az Isten, akkor szolgáljátok azt. Tehát tárgyiasítva fogalmaz ráadásul a Szentírás, Illés próféta, mert nem létező Istenről, csak bálványról van szó, és ezért mondja, hogy ha az Úr az Isten, akkor őt szolgáljátok, és ha pedig úgy gondoljátok, hogy ilyen hamis istenek vannak, akkor azt vagy azokat szolgáljátok. De ebben a mondatban, hogy meddig akartok kétfelé sántikálni, itt ugyancsak ugyanaz van, mint az élet és a halál útja gondolatban, hogy választhatod te is a helyes utat Isten felé, de kétfelé nem lehet sántikálni. Vagy mész a kárhozatodba, elszakadva Istentől, vagy mész a helyes úton Isten felé. Tehát nem lehet két úrnak szolgálni, kétfelé sántikálni. Tehát ebből a kétfelé sántikálásból, ebből a mondatból érezhetjük meg azt, hogy Illés is útkészítő, Illés is utakat jelöl ki, és a helyes utat mutatja meg a választott népnek. Ő az igaz hit, vagy az erkölcsi tisztaság útjait mutatja. Tehát Mózes a törvényt és a törvénykezést
képviseli és a törvénykönyveit jeleníti meg, Illés pedig a prófétákat képviseli ebben az Isten jelenésben, akik mindig az igaz Isten felé és a hűség útjára terelik a választott népet. Tehát ő is egy útjelölő, útkészítő, útmutató. És ott van maga az Úr Jézus, aki nem csak utat mutat, hanem egyenesen önmagáról mondja azt, hogy ő az út. Amikor Tamás apostol megkérdezi Jézust, hogy Uram, hát nem tudjuk hová megy. Jézus ugyanis arról beszél, hogy elmegyek és atyám házában helyet készítek nektek, és magammal viszlek titeket. Akkor Szent János evangéliuma leírása szerint Tamás fölteszi a kérdést, Uram, nem tudjuk, hogy hová megy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? És ekkor mondja Jézus magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ez most az én saját elemzésem ebben a tekintetben Jézusról, illetve Mózes, Illés és Jézus együttlétéről. Így vannak együtt ott a hegyen, ebben az Isten jelenésben. Mózes a törvény nevében, Illés a proféták nevében, Jézus pedig az új szövetség útja, és az egyedüli út az atyához, senki nem juthat el az atyához, csak ő általa, ezt mondta Jézus. Tehát ő az új szövetség útja és út készítője, tehát ő az, aki kijelöli az egyedüli lehetőséget, annak útját az örök haza felé, az isteni világ felé. Úgy gondolom, hogy érdemes most egy rövid zenés szünetet tartanunk, hiszen még sok mindenről kell elgondolkodnunk a mai szentírási üzenet alapján, Jézus színeváltozásának csodás eseménye kapcsán, mely mai közös gondolkodásunk bibliai alapja. Tartsunk tehát rövid szünetet.
Kedves nézőink, most folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsorunkat. Mai közös gondolkodásunk szentírási alapja Szent Máté evangéliumából való a 17. fejezet első 9 verse. Ebben a szentírási szakaszban Jézus színe változásának csodás eseményét idézzük föl. Műsorunk első részében gondolkodtunk már az Isten jelenés szemléltető jegyeiről, gondolkodtunk az ószövetségi szövetségkötőről, Mózesről és az új szövetség megkötőjéről, az új törvényhozóról, Jézusról. Gondolkodtunk a szövetségkötés eseményéről, gondolkodtunk a kiválasztott apostolokról, és az ő kiváltságos szerepükről, akik ott vannak Péter, Jakab és János Jézussal a hegyen, az ő színe változásakor. És most gondolkodunk arról a reménységről, amelyet Jézus felcsillant a tanítványok előtt, egyrészt megerősíti őket, hogy ugyan ők, akik ott vannak az olajfák hegyén majd, később ott lesznek a szenvedéskor, ők ne csüggedjenek, bízzanak Jézus győzelmében. És minden csüggedő embernek reményteli üzenetet hordoz ez a mostani evangéliumi szakasz, mert az örök élet győzelméről hallhatunk, és ebben erősödhetünk meg, ebben a hitben. Megjelenik Mózes és Illés Jézusnak, és Jézussal beszélgetnek, és ebben az élményben Péter apostol lelkessé válik, lelkesedni kezd, kifejezi a természet fölötti megtapasztalásának az örömét. Azt mondja, Uram, jó nekünk itt lennünk. És sátrat akar verni, azt mondja, készítek itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. A sátor lakhely. A pásztor életmódot folytató embereknek, a vándorló népnek, a pusztai vándorlásban, az Ószövetség népének a lakóhelye volt a sátor. Olyannyira, hogy maga az Úr is sátorban lakott a vándorlás során. Előbb már idéztük a kivonulás könyvének 34. fejezetét. Most a 33. fejezetre utalnék, és annak első versei közül a 7. verstől kezdődően idézek arra vonatkozóan, hogy milyen fontos volt a szent sátor a vándorlás folyamán, a választott nép életében, hiszen az Úr lakott a szövetség sátrában. A sátor tehát, mint Isten jelenlétének helye, az Úr köztünk lakását, a sátorozását jelenti, hogy az Úr velünk van, ahogy Izaiás mondja, hogy velünk az Isten. És az ő küldötte is, Emmanuel, vagyis a velünk lakó Istent, és az Isten velünk lakását erősíti meg. Mózes pedig fogta a sátrat, és messze a táboron kívül verte azt fel, és elnevezte szövetség sátrának. Így a népből mindenkinek, akinek valami kérdezni valója volt, ki kellett mennie a szövetség sátrához a táboron kívülre. Valahányszor Mózes kiment a sátorhoz, fölkelt az egész nép, mindenki kiállt a sátra ajtajába, és nézett Mózes után, amíg ő be nem ment a sátorba. Amikor aztán belépett a szövetség sátrába, leszállt a felhő oszlop, megállt az ajtónál, és az Úr beszélt Mózessel. Amikor az izraeliták látták, hogy a felhő oszlop ott áll a sátor ajtajánál, mindannyian felálltak, és leborultak sátruk ajtajában. A szent sátor tehát az Úr köztünk lakásának a helye, illetve jele is, és látjuk, mennyire fontosnak tartotta ezt a választott nép, mert mindenki figyelte, hogy Mózes halad a táboron kívül a pusztai vándorlás időszakában,
halat, hogy tárgyaljon az Úrral, és akkor bement a sátorba, mindenki leborult, mert az a felhőoszlop, amely a népet vezette nappal, éjszaka pedig a tűzoszlop vezette a népet. A felhőoszlop is, miként a hegyre leereszkedő felhő, ugyancsak az Isten jelenlétét jelezte és jelképezte. Tehát, hogy itt van Isten, Isten betölti az ember világát, és megajándékozza Isten az embert az ő jelenlétével. Tehát leereszkedik ez a felhőoszlop a sátorra, vagy megáll a sátor bejáratánál, és ez jelzi, hogy most itt az Úr, most beszél az emberrel, beszél a kiválasztottal, a képviselővel, Mózessel. Tehát itt egyszer mind a felhő szerepe újra előkerül, erről már beszéltünk mai műsorunk első részében, és ugyancsak fontos a sátornak a szerepe. Most jó nagyot lapozunk a Bibliában az új szövetségi oldalakra, János evangéliumához, és az első fejezet 14. versét idézem, ahol azt olvassuk. Az ige testé lett, és közöttünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát az örök isteni igéről olvashatunk itt János evangéliumának előszavában, Jézus Krisztusról, aki Isten szava, kimondott igéje, aki emberré lett. És ugyanakkor nem szüntette meg az istenségét sem ezáltal. Tehát ez az örök isteni személy lett emberré, miközben megmaradt Istennek is. És hogy ezt az egységet és ugyanakkor kettősséget érzékeltesse az evangélista, beszél arról, hogy az ige jött közénk, és az ige megmaradt igének, mint ahogy a mi emberi természetes életünkben vannak gondolataink, vannak szándékaink, valami szellemi valóság van bennünk, egy gondolat, egy mondat, amit aztán szavakba foglalunk, kimondunk, érzékelhető módon mások tudomására hozzuk, akik sajnálatosan nem tudnak beszélni, siketném a testvéreink, ők más jelbeszéddel ugyancsak ezt teszik. Talán itt még szemléletesebb az, hogy a szellemi gondolat valami fizikai mozgásba megy át, és ezeket a jeleket értelmezni lehet. Tehát amennyiben az ember szellemiségének terméke a gondolat fizikai valóságá tud válni, hát ugyanígy az örök, és nem szűnik meg a szellemisége a gondolatunknak, de mégis van valami fizikai vetülete is, hát ugyanígy az örök ige, aki emberré lett, ugyanígy van itt közöttünk, és így volt köztünk. Megmaradt istenségében, de fölvette a teljes emberséget, ezért mondjuk, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. És az Isten volt benne, köztünk. Itt természetesen egy egyszerűsített fordítást hallottunk. Az ige testé lett, és közöttünk lakott. De ezt úgy is mondhatnánk, és eredetileg azt az üzenetet találjuk itt, hogy sátrat vert köztünk. Mert ez a kifejezés érzékelteti a köztünk lakást. Tehát amikor az Isten itt lakik az ember közelében, vagy az ember között, az emberi világban, akkor ezt a sátor képével fejezi ki a Szentírás. Sátrat vert köztünk az Isten, mondja János evangélista, az első evangéliumának első fejezetében, a 14. versben. És így volt köztünk az Ószövetségben, az Úr a Szent Sátorban. És így lehet személyesen a mi szívünkben is, erről pedig Szent Pál apostol második korintusi levelében olvashatunk a 6. fejezetben. Ehhez most már föl kell vennem a szemüveget.
Azt írja az apostol, hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Ez a 6. fejezet, 16. vers. Hisz ti az élő Isten temploma vagytok, amint Isten mondja, köztük fogok lakni, és közöttük járni. Az ő Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Menjetek ki tehát közülük, váljatok külön, mondja az Úr, és ne érintsetek tisztátalant. Akkor magamhoz fogadlak majd titeket, és én atyátok leszek, ti pedig az én fiaim és leányaim lesztek. Itt számtalan prófétai idézetet gyűjt csokorba az apostol, de a Leviták könyve 26. fejezetének 11. versére hivatkozik, amikor azt állítja, illetve azt idézi az Úr üzeneteként, köztük fogok lakni, és közöttük járni, az ő Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. És mivel azt mondja ezt megelőzően Szent Pál apostol, hogy ti az élő Isten temploma vagytok, és ezután hivatkozik erre az ószövetségi helyre, ebből megértjük, hogy a mi szívünkben is ott van, és szívünkben is sátrat ver az Úr, tehát a mi szívünk is, a mi lelkünk is magyarul, befogadhatja Istent, és mi hordozhatjuk őt. Be is fogadja a keresztény ember a keresztségében a Szent Lelket, az Urat, és valahányszor méltóak vagyunk isteni szolgálatra, és méltóak vagyunk az isteni barátságra, akkor, ha tiszta a szívünk, akkor Isten lakik bennünk. Tehát sátrat ver, bennünk lakik, köztünk lakik az Úr. Így kell tehát értenünk Péter apostol lelkesedését, amikor azt mondta, hogy már is készítek itt három sátrat, mondja Jézusnak, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nagy az elragadtatás és nagy az élmény, a természet fölötti élménye, Isten látogatásának az élménye, mely majd az ember számára az örök boldogságot jelenti. Itt még csak ennek az előízét tapasztalják meg ezek a kiválasztott tanítványok. És míg ez történik, itt is megjelenik egy fényes felhő, ahogy a Szent Sátorra leereszkedik, vagy oda a bejárat elé ereszkedik a felhőoszlop, vagy a Sínai hegyére ereszkedik a felhő, míg Mózes az Úrral beszél és átveszi a szövetséget. Itt is betölti az Isten jelenléte ezt a helyet, leereszkedik a fényes felhő, és az Úr szól, mint ahogy szólott Mózeshez is. Az Úr szól, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ugyanaz a szózat, mint Jézus megkeresztelkedésekor, ott a Jordán folyónál, csak még egy fontos figyelmeztetés is kötődik ehhez, amikor az Úr azt mondja, hogy őt hallgassátok. Tehát egyszer s mint bemutatja, és kijelöli az ő küldöttjeként, az ő közvetítőjeként, az ő élő igéjeként, fiaként, személyes kapcsolat megjelölésével a Szent Háromság belső világát feltárva, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Tehát ez is nagyon fontos, ez a jelenet, ez az üzenet, amely mindennek a lényegét feltárja, ami történik. Az Úristen új törvényt hozott ad, aki az élet útját kijelöli önmagában és az ő tanításában az ember számára. Hisz tudjuk, Jézus mondta, senki sem juthat el az Atyához, csak ő általa. Ekkor a tanítványok megrendülnek, vagyis megijednek, félelem tölti el őket. Olyan furcsa, hogy előbb még lelkendezik Péter, és utána egyszerűen félni kezdenek, tehát most vagy jó az Úrral együtt lenni, és akkor nincs helye a félelemnek, vagy pedig hát az Úr szorongással tölti el az ember, de akkor hogy lehet vele jól
érezni magunkat, föltehetnénk a kérdést. De ez a két élmény nincs ellentétben egymással, mert egész más élmény mind a kettő, más az Istennel való boldog együttlét élménye, és ugyanakkor az ember bűnös, méltatlan voltának a belátása, mely szent félelemmel tölti el az embert, különösen akkor, amikor az Úrral találkozik az ember, amikor az természet fölötti elé áll, és a szenttel való találkozás, és a bűneinkkel való szembesülés, ez szent félelmet jelent, és ez zajlik a tanítványok lelkében, amikor földre borulnak a szent előtt, az Úr előtt nyilván, és nagyon megrémültek. Hát ez a megrémülés, ez az Úr nagyságának felismerése, az Úr végtelenségének, és ugyanakkor saját maguk tökéletlenségének, végességének és bűnös állapotának a beismerése. És Jézus megérinti őket, és felsegíti az elesett embert, ne féljetek, keljetek föl, ne féljetek. Tehát az Úr jelenlét